Na sziasztok srácok, én Jus vagyok, köszöntelek benneteket a legújabb videóban, ahol nem mással fogunk foglalkozni, mint a Clash Royale-al, ugyanis elindítottam mostantól kezdve egy újabb sorozatot, aminek gyakorlatilag az lesz a címe, hogy Clash Royale a kezdetektől, vagy Clash Royale úta, nem tudom hova, majd ki fogom találni. A lényeg az, hogy szeretnék egy ilyen sorozatot indítani, ahol gyakorlatilag a Clash Royale-ban játékokat csak videóban fogok játszani, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a nulláról, tehát a kezdetekről megpróbálom az összes meccsemet egyébként videók formájában letolni. Ezáltal meg lehet majd nézni azt, hogy körülbelül milyen gyorsan tudok majd fejlődni, hogyan fogok elérni egy viszonylag gyakorlatilag nulla kupáról, mert hogy teljesen nulla kupáról, most csináltam meg 4-ből 5-öt a tréninget, vagy 5-ből 4-et, szóval, hogy mi az az idő, ami alatt föl tudok mondjuk menni 3000 kupáig, vagy hogyan alakul a deckem, és ide majd föl fogok tudni venni embereket is, akikkel fogok tudni majd játszani, úgyhogy igazából ez lenne a fő cél, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog nektek, és hát tartsatok velem, mert tényleg tök érdekes lesz, mert mondom, tehát full nulláról fogok most játszani. Ugye itt látható az, hogy most itt vagyunk rögtön a tréningnél, itt elmondja, hogy mit kell csinálni, aki esetleg újjanak, elmondanám, ez nagyon hangos. Szóval elmondanám, hogy nyilvánvalóan vannak bizonyos karaktered, ami karaktereket ugye tudod fejleszteni, ezek goldba kerülnek, minél tovább fejleszted a karakteredet, annál drágább lesz igazából ez az összeg, amiért te tudod fejleszteni őket. Vannak olyan karakterek, amik gyakorlatilag ilyen consumable, tehát hogy ilyen alapkártyák, akkor vannak legendás kártyák, vannak epic kártyák, nyilván van ezeket a ládákból fogjuk majd kinyitni, ezeket úgyis fogjátok majd látni, de egyébként meg valószínűleg, hogy aki megnézi ezeket a videókat, azoknak a 90%-a tudja, hogy miről van szó, úgyhogy nem is nagyon szeretnék azért annyira belemenni a nullába, vagy a nulláról, csak igazából itt az lenne a cél, hogy megpróbáljam az összes meccsemet felvenni, és mondjuk olyan 3-4 meccsenként, tehát 10 perces videókat szeretnék, és 10 percenként, vagy hát 10 percet, amikor lejátszok 3-4 meccset, és az föl fog kerülni, és az folyamatosan fog így menni majd 2 naponta, hogyha viszonylag sokat kell majd játszanom, és nagyon sok videót is szeretnék nektek csinálni, úgyhogy kezdjük is el, én Amondó vagyok, le kell tolnom még egy tréninget, aztán mindjárt kinyitjuk a ládákat, mert azokat szeretjük, ugye itt van a tréner, itt igazából megtanít minket játszani a játék, ezt nagyon szépen köszönjük, de azért valamennyire már azért talán ez megy így 3000 kupán, illetve kupásan, úgyhogy szerintem most csak gyorsan végigzúzzuk ezt a tréninget. Ó, itt már csinál valamit, eddig nem nagyon csinált, úgyhogy itt már harcolni kell, érdekes lesz, meg igazából még amire kíváncsi leszek, az, hogy gyakorlatilag a kezdetektől milyen smurfököntök vannak, mert azért lássuk be, ha én smurfölök, más is smurföl. Úgyhogy kíváncsi leszek, kikkel fogok így összefutni, mert szerintem valamiért van az az érzésem, hogy talán ez nehezebb is lesz így elkezdeni a nulláról, mint hogyha mondjuk a 3000-es kupás ökántommal játszanék. Meglátjuk, nem tudom. Nem is nagyon szarakszom vele, csak megyek, pusolok, azért a gép az csak nem fog elverni. Úgyhogy nem igazán foglalkozom azzal, ami miután kéne jönnie, csak fogjuk, aztán megpróbálok végigmenni gyorsan 3 koronával, kinyitjuk, és akkor utána, 0 korona után elkezdhetünk majd azzal foglalkozni, értelem mennyi időbe fog azt telni, hogy én ezt az egészet, ha nem is odáig elhozzam, mert azért oda kell egy jó pár hónap, de közelébe szeretnék tényleg egy tök jó kis smurfokántot csinálni. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Na nézzük, akkor hát a gép azért elég jól bírja, lenyomom neki ide a bombert, a szét fog itt tisztázni, és akkor valószínűleg hát nem fogunk tudni 3 koronázni most. Össze kell gyűjtenem egy pushravalót, végigmegyünk, aztán játszhatunk az igazi izgalmakkal. Na, de azért próbálkozik, tehát azért nem lehet azt mondani, hogy nem csinálj. Elég furcsa most egyébként kis deckekkel játszani, vagyis hát kis kártyákkal. Ugye deckem az... Lol, és nézzétek, az íj az nem is nyírta ki a izéimet. Az archerjeimet. Hát ez érdekes, ez baromi jó. Na mindegy. Úgyhogy eléggé furcsa lesz most. Új decket is kell csinálnom, ugye nem a megszokott deckemmel játszom, mert pekka az még itt közelbe sincsen. Meg hát azért én, nekem elég sok lega kártyám is van, azok sincsenek most sehol se. Úgyhogy... Hát furi. Furi, azt meg kell hagyni. Na nézzük, 2 archert. Ajajajajaj, aha. Érdekes volt. Na jó van, betesszük a bombert, betesszünk még egy knightot. Most jó van, mehet is. Archert a lovag mögé.
és szerintem akkor most a hármazás az meg is fog történni valószínűleg. Közben kinyomott még ő is egy lovagot, de hát sok minden nem fog érni. Köszönjük szépen, megnyertük a mérkőzést. És akkor igazából innentől fog kezdődni maga a lényeg. Ugye maga az érdekes mérkőzések. Ezt is majd meg fogom csinálni egyébként klánnak. Illetve lehet majd ide is csatlakozni. Mert ezt is most már tényleg fogom használni rendesen. Igyekszem minél több embert. Jó van. Na, megkaptuk az első szilveres chestünket. Na nézzük! Gyakorlatilag nulla kupán vagyunk. Azt mondta, hogy ugye bekerültünk az aréna 1-be, amit köszönünk szépen. Ugye itt vannak az adott karakterek. Mindjárt megnézzük, ezeket kinyitjuk, miket kapunk. Ugye most nagyon fontos, hogy miket kapjunk, mert azért fejleszteni kéne nekünk is. Na, kaptunk egy muskétást, az jó lesz azért valamire. Lovagot, bombert. Ó, ez skeleton armit, srácok! Az nem rossz. Az nem rossz így elsőre. Gold, nagyon jó, muskétást. Nagyon. Na, akkor megcsináljuk az első deckünket. Megnézzük, hogy miből lehet válogatni. Úristen. Lol, jó, hogy nem is tudok válogatni. Nagyszerű. Hát a muskétást fogom használni, azt azért fel fogom upgrade-elni. A lovagot is fel fogjuk upgrade-elni. Illetve a bombert is fölfogjuk, mert azért itt most eléggé fontos. És akkor nincs is választási lehetőség? Nincs, ugye? Na, hát akkor kezdjük el. Kezdjük el akkor az első olyan mérkőzést, ami már tétre megy. Meg lehetnek az első koronáink. Hát kíváncsi leszek rá, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mi lesz ebből. Na nézzük akkor az első meccsünket. Flor. Florral játszunk, no clan, nulla kupája van neki is, nekem is, majdnem, hogy 100%-os smurf a gyerek. Ezt majdnem biztosra veszem, eléggé jól vette a lapokat ki, úgyhogy sanszos, hogy ez nem új gyerek lesz. De hát ilyenkor már ki az új? Nem? Tehát már megy egy ideje a játék, nem nagyon hiszem, hogy itt aztán... Aha, elég jól csinálja, amit csinál, az az igazság. Aha. Na megindulunk, nézzük, hogy a gólemünk az meg tud-e indulni, vagy a giantünk. Szerintem, hát lehet, hogy be fog tenni egy, nem, lovagot tett be. Azzal nincsen probléma, azt le fogjuk tudni valószínűleg rohanni, ha csak nem tesz ki egy bombert. Jó, szerintem ez meg lesz. Aha, kitette. Igazából egy támadása nem volt rossz. 709 HP van a torjának, tehát vezetünk. Meglátjuk, mit fog csinálni, de látszik, hogy ügyes, tehát azért valamit azért tud. Tud a srác. Elkezdünk kinyitani hátulról egy lovagot. Elé teszünk egy giantet. Nagyon jó. És megspékeljük egy fireball-la, lesz mind. Oké. Okay. Nagyon jó. Elindult a giant. Menni fog a skeleton armim, szerintem egyből. Mert azért oda... Ijj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 , ez a bomber az fájni fog. Jó. Hát maradt valamennyi. Hú, srácok, azért nem egyszerű a téma. Nem egyszerű. De egyelőre még vezetünk. Az a baj, hogy olyan kicsiket sebeznek. Jó, hát akkor indítjuk a Knight-ot. A bomberrel, és szerintem be is fogjuk ezt most húzni. Aha. Oké. Okay. Ez valószínűleg a miénk lesz így. Nem, 69. 69 az egy szép szám. Elindítjuk a gólemet. Hát próbálkozik, de szerintem túl sokat nem fog most már sebezni. Nem hiszem, hogy most már meg fog tudni lepni. Hát azért... Jó, letesszük ezt, bekockáztatjuk, és ezt megtesszük ide mögé. És akkor ezt gyorsan szétkenjük. Jó, igazából amiért jöttem, azt megcsináltam. Küldjük a második gólemet is. Skeleton armit. És megpróbáljuk lehármazni. Van még egy kis időnk. Valószínűleg meg is történik. Megvan az első hármazásunk. Az első vinünk is. Nem mondom, hogy egyszerű volt. Well played, ez tényleg egy jó meccs volt. Gratulálok. De megvan. Hál' Istennek. Megvan a 30... Jó, gyerekek, rossz ránézni is. 30 korona, érted? 30 korona.
Na nézzük a következőt. Három meccset fogok játszani ugye minden videóba. Ez most valószínűleg egy kicsit hosszabb videó is lesz. Na neki is ott van. Valószínűleg neki is van egy nyertes meccse. 30 koronával. Meglátjuk, mi fog történni. Leteszünk egy bombert. Nem mozgok otthonosan ezzel a dekkel, megmondom őszintén. Elég érdekes lesz. Jó, hát teszegettem le a cuccaimat, mert... Aha. Oké. Nagyon jó. Hát ez... ez elég jól sült el egyelőre. Úgy néz ki, hogy végig is fogunk tudni menni. Bombert kitesszük hátra, ugye supportként. Ott is megjelent a bomber, de túl sok minden nem fog csinálni. A skeleton armit még nem tettem le, most fogom letenni, amivel a lovagot ütöm. És szerintem ezzel be is fogjuk tudni húzni ezt a tornyot. Nem hiszem, hogy van-e valami, ami... Iiii, baby dragon! Na ezzel most meglepett! Ezzel most meglepett, megmondom a frankót. Nem rossz, nem rossz az a baby dragon. Figyelni kell rá, mert volt egy ütőkártyája, amivel így nem számoltunk. Oké. Okay. Nagyon jó. Hú, mérges, nagyon jó. Megvan az első mérges emberünk. Aminek azért örülök. Erre a baby dragonra még figyelni kell, gyerekek. Na nézzük a gólemet. Elindulunk megint hátulról. Sokat nem sebeztél bele, azért azt valljuk meg őszintén. Jó, le kell gyorsan valamit tennem. Mögé teszek egy bombert, hogyha esetleg hoz valamit. Aha, jó, az meg is lesz már. Oké. Okay. Mehet az Archer oldalra. Így van. Mehet az így. Nagyszerű. Rányomunk egy Firebolt is, azzal kiütjük a bomberjét. Kinyomjuk egyből a skeleton armit, a félek attól a baby dragontól, megmondom őszintén. És nem, nem akarom, hogy elővegye. Oké. Okay. Az ütjük. Na előjött, előjött az a baby dragon. Jött a bomber is. Bombert azt lefoglaljuk egy picit. Jó, nagyon jó, meg is van. És akkor ezzel gyakorlatilag meg is nyertük. Hát nem lett meg a három korona, ez ügyes volt. És tényleg egyébként, hogy azért vannak smurfök. Mert ez is biztos, hogy az volt. Sőt, szerintem eddig az összes az volt, mind a kettő. De hál' Istennek meg tudtuk nyerni a második mérkőzést is. Nagyon mérges, kinevetjük, mert miért ne. És ezzel megvan a gold chestünk is, és már van 60 koronánk. Igyekszünk. Törünk föl, mint a talajvíz. Na menjen a következő. Nézzük. Itt a 2v2-k is elég brutálisak lehetnek ilyen kicsi kupaszámon. Na nézzük. Gustavo, no clan. Jó lenne azért mind a hármat megnyerni. Oh my god. Aha. Na ez Smurf. Ebben majdnem biztos vagyok. Huha. Jobbak a kártyái is, mint az enyémék, az az igazság. Na, letesszük a... Íh, és ott van a bomberje, basszus! Azt a betyár mindenit. Jó, megvan. Hát, ezt nem mondom, hogy ez a legjobb menet volt. Jobbak a kártyái sajnos, ami eléggé elszomorító. És megint hozza a fránya. Hát igen, az itt nagyon erős. Pff. Ez nagyon erős lesz így. Ez nem fog tudni majd mit csinálni, gyorsan le kell tennem. Üss bele? Jó. Nem. De ütötte, jó van. Hát... Jobbak, jobbak. Jobbak a kártyái sajnos. Ezzel nem tudok egyelőre mit csinálni. Folyamatosan spameli ki nekem a... Hát jó.
Na, próbáljunk egy kicsit koncentrálni, mert... Oké. Jól csinálja, és nem igazán tudok rá reagálni, mert ő támad folyamatosan. Ami azért probléma. De miért? Na, miért várt ennyit? Hihetetlen. Hát ez így problém lesz, sajnos. Ez így nagyon nagy problém lesz. Megint ott a bomber. Nagyon spameli azt a bombert kifele. Hát, szerencséje van ezzel az izével. Jó. Megpróbálunk visszatámadni, nincs mese. Ki fogja tenni valószínűleg a bombert. Oké, mögé tesszük a lovagot. Muszáj elindulni. Nem lesz mit sajnos letennünk. Oké. Na van egy kis időnk, és most akkor átra meg tudunk indulni, de nem. Mert megint csak kártya problémánk van. Hát ez nagyon erős ez a kártya. Nem tudok valamit csinálni. Gyerünk, gyerünk. Ez. Jobb volt a deckje. Nem tudok ezzel mit csinálni. Ennyi. Na, menjünk még egy utcsót. Mégse lúzzal fejezzük be. Nem lesz ez azért. Jól gondoltam én, hogy nem lesz ez olyan könnyű így elsőre. Mint ami ennek látszik. Ó, viszont egyet vont le. Tehát... akkor nincs miről. Azt hittem, hogy 20-at le fog megint vonni, de hál' Istennek nem. Egyet von le és 20-at ad, vagy 30-at. Úgyhogy azért akkora probléma nincs. Hát neked is sok sikert, Cimbi. Hát eléggé hiányos a deckem, valljuk meg őszintén. Hallod, mi van itt? Mi ez a Night Witch? Most ez Pekka, de hallod, most ez komoly? De ez mi? Most úgy őszintén, mondja már meg nekem valaki, hogy ez mi. Szivattok? Ez szivat engem ez a gyerek. De mi milyen kártyái vannak már? Ez hihetetlen. Jó, hát megyünk el, úristen. Hát ez... Ez már nem az én izém. Nagyszerű. Nem lesz az olyan könnyű, menni kell előre. Érdekes. Érdekes minden esetre. Oké. Jó. Hát erre kíváncsi leszek. Jó, ott a Pekka. Menni kéne, menni kéne, menni kéne. Jó, az le is gyűrjük. Oké, ott a bomber is. Na, ez most jó lesz, ez jó támadás lesz. Mindig az meg is lesz a torony. Oké. Szerencsénk volt. Oké. Hát, nagyon jó kártyái vannak azért. Csak nem tudja őket használni, szerencsére. Legalábbis nem olyan jól, mint ahogy kéne. Ez mondjuk egy előny. Oké, megy a bomber. Ezzel is elnyomott egy csomó fölösleges elixírt. Jó, hát ez az egy szerencsém van, hogy igazából nem tudja kihasználni a kártyát. Ha ki tudná használni a kártyát, lazán elvert volna. Egyébként. De így nem fog. Sőt, talán le is fogom hármazni. Így van. Várató volt. Pedig jobb. Pedig abszolút jobb kártyái voltak, de hát mennyit ér, hogyha azért valaki tudja is használni. Hát szerencsére ő nem nagyon tudta. Na, hát srácok, ennyi lett volna már ez a videó. Ígérem nektek, hogy csak videóban fogom ezt játszani. 89 kupánál folytatjuk a legközelebbi videóba. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis szösszenet, és élvezni fogjátok ezt a sorozatot, hiszen két naponta fog kijönni új videó ebben a témában, úgyhogy lesz Clash Royale, nem áll meg, és kíváncsi leszek rá, hogy mennyi idő alatt tudom gyakorlatilag ugyanazt a szintet felhozni, ahol jelen pillanatban most vagyok. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted ezt a videót is, ha tetszett, akkor nyom egy lájkot, egy feliratkozást, van Instagram, Kukac Jusu TV néven, van Facebook, ott van a live-nak, a live-nak, a videónak a leírásában, és hát akkor találkozunk egy következő live-ban, vagy egy videóban. Én Jusu voltam.
Sziasztok!